Új év, új kezdet, szilveszterkor a tűzijáték közben szokás fogadalmat tenni az új évre. Nézzük meg, a város lakói hogyan gondolkodtak ezzel kapcsolatban, tettek-e egyáltalán fogadalmat. Annyit, hogy egészségesebben élek. Én is naponta rendszeresen tornázok. És ezt azóta sikerül esetleg tartani? Igen, sikerül. A legtöbben ilyenkor az egészséges életmóddal kapcsolatosan tesznek fogadalmat, többet edzenek, odafigyelnek az étkezésre, valamint, hogy abba hagyják a káros szenvedélyeiket. A cigi letétele, meg ilyesmi. És miért tartod fontosnak, hogy szilveszterkor megfogadjunk valamit? Hát, új év, új kezdet. A legtöbben azonban nem szeretik ezeket a fogadalmakat, szerintük nem lehet betartani. Valamikor igen, de nem szoktam fogadalmat tenni semmiről. Mert lehet, hogy nem lehet betartani, rohanás, világban, munka, és akkor az ember nem figyel ilyenekre annyira föl. Nem szeretem ezeket, a fogadalmakat. És miért? Hát mert szerintem az emberek nem tartják meg őket. A város lakói között a legtöbben azt mondták, hogy nem szilveszterhez kötik a változásokat, inkább tavasszal vagy ősszel döntenek úgy, hogy máshogy szeretnének élni.